Köszöntök mindenkit! Önök a Hírodalmat látják 1823 eseményeivel. Megjelent két új tanulmánya Katona Józsefnek. Már korábban beszámoltunk arról, hogy az 1820 novemberében kiadott Bánk Bánt követően Kecskeméten alügyészé választották, tehát hazaköltözött. Ezután született meg a Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszín mesterség lábra nem tud kapni, illetve a Kecskeméti pusztákról című tanulmányai. Berzsenyi méltó választ akar adni Kölcseinek. Berzsenyi Dániel személyes sértésnek vette Kölcsei Ferenc recenzióját. Még 1816-ban készített stábunk utoljára interjút a költővel. Azóta életmódváltáson ment keresztül, kevesebb verset írt, ám nagyobb hangsúlyt fektetett, hogy méltó választ adjon kollégájának. Sajnos nem jött össze elsőre, hisz az antirecenziója mindenféle tudományos felkészülést nélkülözött, illetve nem foglalkozott az esztétika tanulmányozásával sem. Vörös Marti tanulmányai mellett neki áll a Zalán futása megírásához. Kapcsoljuk kollégánkat, aki szeretné elcsípni egy interjúra a költőóriást. Szia Balázs! Jól hallasz? Igen, tökéletesen. Sajnos nem tudtam személyesen elérni Vörös Marti Mihály, de telefonon beszéltünk. Annyit közölt, hogy a Börzsönyben tanult két éve alatt Perccel Sándor gazdag könyvtárát bújta. Ezt követően kezdett neki a Zalán futása megírásához. Tanulmányait természetesen folytatja, jelenleg joggyakornok Csehavi Ferenc Tolna megyei Alispán mellett Görbön. Reményei szerint 1824. december 20-án leteszi az ügyvédi vizsgáját, de hogy ezzel fog-e foglalkozni, elmondása szerint az még a jövő zenéje. Simon Balázs, Hírodalom, Kápolnásnyék. Az ifjú Petrovics nyerte el a zsűri tetszését. Számos jelentkező közül az idén megrendezett babaszépségversenyt az ifjú Petrovics Sándor nyerte. A zsűri a maximális 10 helyett 12 ponttal jutalmazta a győztes kisbabát. Édesanyja stábunknak elárulta, hogy ennek örömére otthon házi tyúkhúslevest készít a kis Sanyikának. Kölcsei Ferenc új verset írt. A Hírodalom forrásai szerint Kölcsei Ferenc a szatmárcsekei magányában, mondhatni a nemzeti újjászületés hajnalán, ismét versbe foglalta gondolatait. Szerencsére sikerült felvegyük a kapcsolatot a költővel, így most élőben tudjuk kérdezni a legújabb költeményéről. Köszöntöm! Kérem, árulj el a nézőknek pontosan, hogy kell elképzelni az új versét. Köszöntök mindenkit! Tulajdonképpen a romantika ismertető jegyeit hordozza magán, felépítését tekintve keretes szerkezetű lett. És mik a tervek a jövőre nézve? Nézd, először Kisfaludi Károly Aurora című almanachjában szeretném megjelentetni, kötetben pedig 1832-ben tervezem kiadni. Köszönjük az idejét és további sok sikert kívánunk! Önöknek pedig a figyelmüket, a Hírodalmat látták 1823 eseményeivel.